Sok szeretettel köszöntöm Önöket innen Strasbourgból, az Európai Parlament tévéstúdiójából, ahol szokás szerint Gaudi Nagy Tamással értékeljük mindenkit. A magunk mögött hagyott plenáris ülést. És szokás szerint kicsit ideges hangulatban, legalábbis ami engem illet, de szerintem most te se vagy kevésbé ideges, Tomi, mert hogy most tudtuk meg az eredményét a 2006 őszi eseményekkel összefüggő büntetőeljárásnak, miszerint Gergényi urat az igen szigorú megrovás nem is büntetésben, hanem intézkedésben részesítette a bíróság, és hát senki nem kapott igazából súlyos büntetést. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de meglátjuk majd, hogy lesz-e időnk, alkalmunk, lehetőségünk erről is beszélni, vagy pedig koncentrálunk a plenáris ülésnek az eseményeire. A múltkori beszélgetésünk nagyon jól sikerült, úgy éreztem, és mikor visszanéztem, rájöttem, hogy azért, mert hagytalak téged beszélni. Úgyhogy át is adom a szót, és mondjál nekünk egy pár szót arról, hogy milyennek látod ezt a mostani plenáris ülést, mik azok az események, döntések, tapasztalatok, amiket kiemelnél. Hát egy nagyon hektikus ülés volt, de valóban én is itt kicsit még itt, ha nem is a meglepetés ok hatása, de inkább a felháborodás hangulatában vagyok a Gergényi perítélete miatt, bár ezt már előre megjósoltuk, hosszú évek óta mondtuk, hogy itt nagyon nagy baj van, egyrészt elévülés miatt szüntetett. Tehát Gergényin és még egy rendőrön kívül, aki nem védte el elég jól a tévészéket, ezért kapott megrovást, a többi főrendőr Benétől kezdve mindenki gyakorlatilag megúszta. Úgyhogy mivel egyébként téma volt a bíróság igazságszolgáltatás itt az Európai Parlamentben ezen a héten, a sok más téma mellett, Európai Bíróság létszámának a növelése és a hatékonyabb igazságszolgáltatás volt a téma, hát azt hiszem, hogy ezen a téren bőven van mit behoznunk, nem tanulnunk, hanem teljesítenünk, mert se Európai Bíróság szintjén nincs hatékony igazságszolgáltatás, igazából itt a szomszéd épületben a Emberjogi Bíróságon se olyan döntések születnek, amelyekről azért nyugodt lelkismerettel a vörös csillagos ítéletre, ha gondolunk, vagy éppen aránytalan eltúzott jóvátételek olyanoknak, akik mondjuk arra nem voltak jogosultak. Mindenesetre ezen a héten azért nagyon kemény. Igen, azért csak egy mondat, hogy 2006-ra visszakanyarod, tehát nem fogjuk annyiba hagyni. Tehát nehogy azt higgye bárki is a felelősek közül, hogy mi most szépen hátradőlünk és elfelejtjük az ügyet. Mint, hogy is volt ez az íreset, amit meséltél, hogy hosszú évekkel később bonták felelősségre? Így van, a Bloody Sunday, talán sokan emlékeznek, 1972-ben 13 északi tüntetőt előttek az ejtőernyősök, volt egy kormánykivizsgálás, csak úgy, mint egy göncöl, akkori göncöl jelentés, ami azt mondta, hogy minden rendben volt. Majd utána sok-sok évvel, tehát 2009 és 10 körül hihetetlen alaposságú vizsgálat történt, több ezer tanút hallgattak meg, és végül is a büntetőeljárásra került sor, amelynek során nagyon komoly ítéletek születtek, szabadságvesztő, börtönre ítéltek rendőrvezetőket. Én ugye ezt mindig elmondtam, ugye a különböző vizsgálatoknál te is hangsúlyoztad, tehát nehogy azt higgye bárki is, hogy meg fogja úszni, meg fogjuk találni a módját annak, hogy az elszámoltatás megtörténjen, mindesetre. November 4-én lesz a Nemzeti Jogvédőszolgálatnak egy sajtótájékoztatója, ugye, aminek kifejezetten ez lesz a témája, tehát a Gergényi ügyben hozott döntésnek az elemzése. Így van, meg hát a 9 év mérlege, hogy például miért van az, hogy mai napon Dukán Dánielnek még bíróságon kell harcolni azért, hogy kártalanítást kapjon mondjuk a 2006-os elszenvedett jóvát sérelmekért, őt is ugye agybafőbe verték, vagy ugye az én ügyem, az én büntetőügyem, könnyen lehet, hogy ilyen súlyosabb büntetést fog kapni, mint Gergényi és társai kapták. Most éppen melyik büntetőügyedről beszélsz, ugye a Pásztor ügyben másodfokon tartunk, az ügyészes ügyről beszélek, az ügyészesnél pedig egy ügyészről állítottam állításokat, ugye arról, hogy hogyan járt el annak idején, és ugye hát ez 2 éve húzódik már, még kisebb. 2006-os ügyész, aki előzetes letartóztatásban helyeztetett valakit, ugye sok száz más személlyel együtt előzetes letartóztatásba helyeztek embereket, akikről aztán kiderült, hogy nem volt megalapozott az előzetes letartóztatásuk, volt egy ilyen csoportja ugye a személyeknek, igen, és valahogy ezzel összefüggésben állítottál valamit, ami miatt most ellened van büntetőeljárás, és súlyosabb szankciót indítványoztak vele szemben, mint mondjuk a Gergényivel, igen, vagy Benével szemben. Hát ez a, igen, a magyar élet abszurditása, de valóban visszaugorva itt a strasbourgi plenáris ülés, tehát az elég komoly témák voltak és nagy viharok dúltak. Voltak azért, hogy mondjam, legyünk pozitívak, tehát voltak előremutató döntések is, például ugye egy praktikus és mondjuk nem feltétlenül nagypolitikai
témát fölkavaró kérdés, a roaming díj, ugye az, hogy határt átlépve, tehát kell a telefonálással kapcsolatban ugye többletdíjat fizetni. Ez ugye most úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, egy olyan döntés született, hogy 2017. június 15-től nem lesz már roaming díj, jövőre pedig egy jelentősen csökkenő tétel, tehát van úgymond előnye is ennek a nagy Lehetne nyilván, vagy nem kellene egy olyan unió, amelyik aztán a migrációtól kezdve mindenbe bele akar szólni, ami a nemzeti hatáskör lenne. Tehát ugye azt mondják, hogy jaj, de csodálatos dolog, most a roaming díjat eltörölték, mert hogy van unió, de hát ezt lehetne sokkal lazább megegyezésével is az országoknak elérni, meg hogy nem kellene, hogy egyre inkább az Egyesült Európai Államok irányába mutató politikai szövetség is legyen ez a nemzeti szuverenitás feladásával, azért, hogy esetleg legyen roaming díj eltörlés, vagy éppen legyen, amit nagyon fontosnak tartok, eszmecsere és együttműködés kutatásban, orvostudományokban, oktatásban és a többi, hát nagyon sok terület van, ahol kellene európai együttműködés, akár még a mostaninál is intenzívebb együttműködés, csak éppen nem egy federális szövetségi állam irányába való elmenettel a nemzeti szuverenitás feladásával. De már megint túl sokat beszélek, pedig azt igen, értem, meg az idő sajnos, tehát így azért akkor inkább ilyen lábjegyzetes a hangulatban, de még csak villancsunk föl, elég sok, te is ugye közel 20 témában felszólaltál, rengeteg szavazás volt, tehát itt azért nagyon komoly olyan háttérmunka is folyik, amik talán kevésbé látható, de talán is ezzel terheljük a kedves nézőket, hanem például azzal, hogy a GMO, ugye a génmanipulált készítmények, genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó élelmiszerek és takarmányok forgalmazása tekintetében az volt a tét a szavazáson most a héten, hogy lehet-e úgynevezett áru megállító joga a tagállamoknak, tehát mondhatják ezt, hogy ők nem engednek be génmanipulált élelmiszereket, takarmányokat, és érdekes mondani, hogy itt a bizottság javasolta azt, hogy legyen ilyen jogosultság a tagállamoknak, és ezt a parlament leszavazta. Tehát gyakorlatilag az a döntés született, illetve a végeredménye az lehet ennek sajnos, hogy ugye a szabály úgy fog szólni, bár az uniós szabályok betartása terén ugye sok állam nem annyira jeleskedik, hogy úgy fog szólni a szabály, hogy meg nem lehet gátat vetni a termékek áruk szabad áramlásának, és ez kinek fog kedvezni azoknak a multinacionális cégeknek, akik ezeknek a genetikailag módosított élelmiszereknek, takarmányoknak a szabadalmait, védjegyeit birtokolják, és bitorlás miatt fognak eljárásokat indítani azokkal szemben, akiknek mondjuk a földjén mondjuk megjelennek ilyen magvakból felnőtt növények, mert ugye gondoskodnak rá a különböző trükkökkel, hogy ezeket ugye szétszórják a földeken, a Monsanto és nagyon-nagyon gátlástalan komoly nagy cégeknek kedvez. Ez az ő lobby munkájuk, nyugodtan mondjuk ki. Tehát itt valószínűleg kilóra megvettek embereket, még pedig óriási pénzekkel. De elég nagy csönd van most erről. Tehát én néztem otthon a hír oldalakat, és nincs olyan felháborodás, mint amit az ember gondolna, hogy kellene, hogy legyen. Hiszen itt az egészségünkre és a jövőnkre is megy. Igen. A játék, igen, hogy így mondjam. Meg a családi gazdaságok mennek majd tönkre, hogy ezt látjuk Amerikában is, meg nyugaton egyre több céget számoltatnak föl, döngölnek földbe ezek a nagy mezőgazdasági vállalkozások, amik ma Magyarországon is egyébként hatalmas területeket birtokolnak, bitorolnak. Hát tovább menve viszont ugye megint vita volt a bevándorlás, a migráció volt ugye egy nagy vita kedden délelőtt, ahol ugye Tusk, ugye Európai Tanács elnöke, illetve Juncker bizottsági elnök ugye eldicsekedtek azzal, hogy milyen remek döntést hoztak ők ugye ezen a csúcson, ott hétvégén, most múlt vasárnap, amelyben ők úgy gondolják, hogy megoldottak mindent, ugye 17 pontban mindent elfogadtak. Egy apró probléma van, hogy ugye ez egy nem, jogilag nem kötelező aktus. Összeültek és beszélgettek. Összeültek, ez egy konzultáció volt. Ez olyan, hogyha mi most itt még egy pár barátunkat idehívnánk, és amit az asztal körül így megbeszélünk, azt mondanánk, hogy akkor ez kötelező fél milliárd így emberre. Van. Így van. Mondjuk önmagában a párbeszéd és a konzultáció nem rossz dolog, hogy valóban leültek ugye szomszédos államok, akik érintve vannak a bevándorlási konfliktus által, de ők ezt úgy adták el ezt a produkciót, mint hogy minden megoldott volna az unió, meghoztuk a döntéseket, és innét kezdve hátra dőlhetünk, és nyugalom lesz, de közben azt látjuk, hogy nincs nyugalom, mert Görögországban naponta több tízezer ember száll partra, továbbra sem védik a nyugati határokat, és megdöbbentő kijelentések hangzottak el. Megint egy párat azért mindenképpen idéznem kell itt a jegyzeteimből, tényleg ilyen, annyit hallottam már ezeket, de mindig belefagy az emberbe a levegő, hogy a Néppárt, és megint kedves nézők, a Néppárt frakcióvezetője Weber úr, német néppárti
képviselő a következő mondatokkal vetette észre magát, mint frakcióvezető. A nemzetállamok Európája véget ért, vegyük tudomásul, csak és kizárólag úgy lehet megoldani ezt az ügyet, ha összeeurópai szinten kezeljük, mindig ez a fő üzenet. Tehát, hogy az európai szolidaritás hivatkozása az mindig egyben a nemzetállami mozgástér szűkítését, kizárását jelenti, és hogy mi a legnagyobb baj? A populizmus már megint erősödik, a szélsőségek ellen harcolni kell, ne rakosgassuk ide-oda a menekülteket, egyebek, állítsák meg Orbán Viktort, hangzott el másoktól, ő ezt nyilván most nem, tehát nem merte, hogy úgy mondjam, kritizálni Orbán Viktort nyíltan, de látszik, hogy teljesen mást gondol valójában a néppárt számos képviselője. Ezek az európai pártok tényleg ilyen átláthatatlan kezek által vannak irányítva, és ugye a fő cél, hogy kirekeszteni a szélsőségeket, de ugyanez ebben egyetért vele a szociáldemokrata frakcióvezető, ugyanezt mondja, a legjobb módszer, hogy egy megoldás kell, mert miért kell megoldást találni, hogy legyőzzük a nacionalizmus és a félelem vírusát. Ez borzasztó, tehát nem a migrációs kérdésre, erre a válságra, hogy milliók jönnek az úgymond szegényebb országokból, a gazdagabb országok felé, és lehetetlenítik el sok országban a helyi lakosságnak az életét. Nem ezt kell megoldani, hanem a szélsőségekkel szemben kell fellépni, és ebben kell megoldást így találni. Van. Így van, és hát megint mondjuk el, szerintem még lehet, hogy valaki nem tudja, de azért tudatosodjon már, tehát az Európai Uniót kormányzó erők, egy nagy koalíciót alkotnak, a néppárt, a szocialisták, a szociáldemokraták és a liberálisok. Tehát ez a három nagy párt irányítja az Európai Uniót, az Európai Parlamentben, nekik van többségük, és hát ők azok, akik meghirdetik ezeket az elveket, amely gyakorlatilag most már egyre jobban tényleg a szétesés felé viszi az Uniót, illetve sajnos európai hagyományos értékeket is fenyegeti. Többek között azt tetszett még, hogy végre kell hajtani a Juncker pontokat, mondja már úgy, mintha gyakorlatilag elfogadott jogszabályt kellene végre a 17 pont, ugye, amit itt a konzultáció során beszélgettek. Baráti beszélgetés. Többen, hát a kritikus hangok persze szerencsére megjelentek, hála Istennek, de többek között ugye azt kifogásolták mondjuk a Front National többség által alkotott frakció euroszkeptikusok, hogy a németek döntenek el mindent, törököket nem lehet beléptetni Európába, elhangzott elég kemény sok kritika. Ezt nem kifogásolták, hanem mondták, hogy ne lehessen. Tehát ugye ez az alkú folyamat, ami most a törökökkel folyik annak érdekében, hogy a migránsokat, illetőleg menekülteket ott lehessen tartani, és ebben még nagyobb szerepet vállaljanak, és fogadjanak ezért pénzt, stb. Tehát, hogy ez nehogy oda vezessen, hogy cserébe pedig Törökországot fel kelljen venni az Európai Unióba, igen, mondják ők. Nigel Farage, ugye a függetlenségi párt brit képviselő, ugye frakcióvezetőként autoritár EU került előtérbe, a Brezhnev doktrináról beszél, tehát hogy vannak ilyen úgynevezett közös ellenségek, tehát így rámutatnak, hogy ő most ugye valamiért nem ellensége az Európai, nem azt akarja, nem azt gondolja, amit a nagy párt vezér kitalált, a szeretett vezér, ugye, és akkor itt már is átkanyarodhatunk oda, hogy a bizottság munkaprogramjáról szóló vitában ugye Juncker ugye ismertette a bizottság munkaprogramját. Vagyis a kormányprogramot gyakorlatilag, igen, mert hogy ez nekik a kormányuk, ez az Európai, igen, Bizottság, igen. 500 millió ember életét határozza meg az ő programjuk és az, igen, ő döntéseik. Igen. És ugye eleve már gond van, hogy nem átláthat a bizottság működése, hiszen ugye egy főigazgatóságok, hivatalok szövevényes hálója, és maguk a megválasztás sem, tehát ugye az embereket ugye az emberekhez választják a pozíciót, és nem fordítva, és ami a legfontosabb, hogy hát nem adta kellő időt, tehát pontosan hány percet kaptatok itt? Megkövetlek téged is, Tomi, meg munkatársaimat, Andrát és Editet is, mert hogy folyamatosan zaklattalak benneteket, hogy az nem lehet, hogy ez a kormányprogram, mint olyan, nincs fönt az interneten, nem férünk hozzá, nem tudom előkészíteni megfelelően az ezzel kapcsolatos felszólalásaimat. És aztán egyszer csak, mikor 3 órakor beültem a vitára, ott várt a munkatársaimtól a levél, hogy 15 perccel ezelőtt e-mailen megérkezett a kvázi kormányprogram, ott volt ugye a szeretett vezér Junckers aláírásával, hogy igen, ez a programunk, erről fogunk 3 órától vitázni. Amit most már tényleg így
nem sokat számít, gondolom, de mégiscsak kikértem magamnak, mert hihetetlenül megalázó. Tehát megalázó az, hogy az ember ott ül valahol, ahol tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ez egy színház. Mindenki tudja, hogy minden, ami történik, az hazugság, de el kell játszani. Az, hát nem ez... mindenki, illetve a elsőprő többség játsza a színházat. Vannak ugye ilyen rendszer idegen elemek, mint ti, akik ugye ti meg szembesítetek, ugye ezért is fontos a szerepetek, tehát ebben mindig cáfolnom kell, amit mondasz, hogy van értelme az, hogy felállnak, még ha nem is többséget alkotó, de elkötelezett képviselők, akik igenis lerántják a leplet erről az alja színjátékról, mert ez valóban nem vehető komolyan. Tehát itt arról volt szó, hogy az Európai Parlament véleményt nyilvánít az Európai Bizottság 2016-os programjáról, tehát valóban negyed órás irattanulmány, ezt még azért a nemzeti együttműködés rendszere sem tudott ilyen rövid irattanulmányozási időt biztosítani. Neked nem volt ilyen rossz tapasztalat, hogy országgyűlési képviselőként? Voltak azért rövid időszakok, de talán ennyire durva, tehát a kormányprogramot azért úgy megkaptuk egy pár nappal előtte, tehát tudtunk azért érdemben hozzászólni. Hát persze az irányok azok nagyjából ugyanazok, ugye az inkluzív, intelligens fejlődés, újabb munkahelyeket kell teremteni, a kirekesztés ellen harcolni kell, a kohéziót növelni kell, tehát már az ember szinte álmából felkelve tudja, hogy mit tartalmaznak. Most volt egy jó pofa jelenet, hogy az egyik képviselőtársam egy angol konzervatív bejelentkezett sok szavazat magyarázatra, mit tudom én, 8-ra, és aztán a harmadiknál közölte, hogy kedves képviselőtársaim, kedves elnök úr, az a helyzet, hogy itt tulajdonképpen ugyanazokat a dumákat kell mondani minden egyes jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy én inkább most elindulok, hogy minél előbb hazaérjek, viszontlátásra, és abba hagyta. Tehát tényleg ezek a kis beszédblokkok, ezek a szövegek, amiket itt folyamatosan hallunk, ezek valóban ugyanazok. Igen, és hát amiről azért mindenképpen beszélnünk kell, hogy azért hétfőn egy napirendi felszólalásban, napirendi kívüli felszólalásban felhívtad a figyelmet a székely rendelkezési törekvésekre, ezért is van itt most ez a székely zászló, amire nagyon büszke vagyok, mert ezt Sepsiszent Györgyön kaptam, a Székely Nemzeti Tanács 8 székének, 8 vezetőjének az aláírását is tartalmazza. Köszönöm, hogy kölcsön adtad a felszólalást. Ezt mutattad föl, és tulajdonképpen ugye itt ez annak az aktualitása az volt, hogy október 24-ére hirdette meg a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld egészre tekintetében, illetve a világra szólóan a Székely Őrtüzek akciót, ami egy figyelemfelkeltő akció, hogy jelöljük ki történelmi Székelyföld határait. Rajtam is ugye egy ilyen póló van, ez a Székelyföldért Társaság pólója. Székelyföld ugye egy közel 20 000 négyzetkilométeres terület, közel 800 000 emberi rajta, elsőre többségük székely, önálló identitással, több ezer éves saját jogrendel, saját kultúrával, tehát egy nemzet tulajdonképpen kimondhatjuk, a magyar nemzetnek egy társnemzete, és az önálló államiság is megillethetné őket, te ugye arra hívtad fel a figyelmet, és 24-én az akció arra hívta fel a figyelmet, hogy az önrendelkezés joga az ugye megilleti ezt a közösséget, és furcsa módon itt ugye tényleg az elmúlt 25 évben minden önrendelkezési törekvés nagyjából már teret nyert, vagy érvényesülhetett, ugye a Koszovóra gondolunk, volt Jugoszlávia, volt Csehszlovákia, volt Szovjetunió, és hát egyszerűen itt kimaradtunk a sorból, valószínűleg azért, mert nem voltunk elég kemények. Én erre utaltam, a Kispesten volt a Székelyország tündérkertjében egy műsor, egy megemlékezés, vagy egy csatlakozó rendezvény, és ott hát erre hívtam fel a figyelmet, hogy tanuljunk a katalánoktól, tanuljunk a dél-tiroliaktól, te is erre hívtad fel a figyelmet, ahol ugye nappal tárgyaltak, éjszaka egy keményebb eszközökkel is dolgoztak, tanuljunk a koszovóiaktól, akik tudatosan hosszú évek alatt hajtották végre tulajdonképpen a hon szerzés műveletét, vagy az önrendelkezést, ahogy elérték, és tanuljunk például a bevándorlók elszántságából, akik tulajdonképpen néhány csak ezen... Van egy kis különbség, jó, bocsánat, mert okay, hogy itt ugye pontosan arról van szó, hogy ők ezer éve ugyanott élnek, tehát egy ragadjunk le a módszerekből merítsünk. Módszerek arról szólnak, hogy oda mennek, ugye akár idegen területen, és mi nem idegen területen vannak a székesség területükön, de az elszántság, az, hogy hülyét csináltak Európa szinte összes rendőrségéből és honvédségéből, kivéve a miénket, azért el legyünk büszkék, és tulajdonképpen nem tudják megállítani őket, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát magyarul erőt hiszem, mutatnak. Erőt mutatnak, és elszántságot mutatnak. Aha. Így van, így van. Tehát ebből mindenképpen merítsünk. Az itt egy gondolatot hadd szúrjak közbe, hogy ezért tényleg el kell kezdeni komolyan vitatkozni, nem csak a módszertanon, hanem a konkrétumokon is, hogyha tényleg székely önrendelkezést kívánnak a székelyek, székely autonómiát, illetőleg jogokat,
nyelvi jogokat és a többi érvényesíteni, vagy székely szimbólumok zászló használatát és a többi, melyek a jó módszerek, és nekünk, mint nemzeti jogvédőknek feltétlenül még hangosabban kell felajánlanunk a segítségünket a jogvédő harcokban. Tehát mert abban, vannak folyamatos magyar ellenes székely ellenes megnyilvánulások, amiket remek kollégáink ugye bíróság elé is visznek, és azt is elhatároztuk, hogy elmegyünk Székelyföldre, és készítünk egy ilyen jogvédő szemléletű filmet Almási Lajos kollégánkkal, ahol bemutatjuk azt is, hogy mi is az, hogy Székelyföld, mik az önrendelkezési törekvések, autonómia törekvések, milyen jogvédő harcok folynak, és ehhez már most kérem is a segítségét, támogatását a Székely, illetőleg Erdély nézőinknek, hogy hozzanak konkrét olyan eseteket, jogeseteket, ahol jogfosztottságban volt része valakinek, és ahol hajlandó lenne akár a nyilvánosságot is vállalva a nemzeti jogvédelem körében bírósághoz, nemzetközi bíróságokhoz és a többi fordulni. Visszaadom a szót, pár percünk van. Igen, tulajdonképpen igen, most meg a vége felé közeledve, de valóban én ezt úgy tudom összefoglalni a rendelkezési témában, a Székely ügyben, hogy tényleg most már tettek ide jött el. Tehát az, hogy bizonygassuk a jogainkat és jogocskákat, kéregessük, annak az ideje lejárt. Ott van a Székely statutum, ugye elfogadta egy alulról népszavazással, letették a világ és Bukarest asztalára ezt a koncepciót, ezt meg kell valósítani, és hogyha a román állam nem hajlandó ebben részt venni, és nem lehet rá nyomást gyakorolni, mert egyébként hozzáteszem, rajtatok kívül az olyan nagyon nagy nyomást, én nem érzek mondjuk ilyen nyomásgyakorlási szándékot mondjuk más képviselőktől, nagyon ritkán legfeljebb, tehát itt minőségileg egy tömegmozgalom nyomóerejével kell odalépni, ahogy például Katalóniában több milliós tüntetések vannak, hatalmas zászlókkal, mindenki van lobogózva, nálunk meg ugye, vagy Székelyföldön még most is bírságolnak a székelyzászló miatt, vagy bírságolnak a himnuszéneklés miatt, vagy bírságolnak ilyen magyar érzelmi pólók viselése miatt, tehát azért ezek elfogadhatatlan dolgok, jogvédelem eszközével is, de egyben a tömegmozgalmak eszközével úgy gondolom, hogy legalábbis mindig azt mondja, hogy miért szólunk bele? Azért, mert ez egy magyar ügy, a székely ügy egy magyar ügy is, magyar emberek vagyunk, nekem székely felmérőim is vannak ráadásul, tehát még ilyen szempontból is van hozzá közöm. Mert hát mi abban a helyzetben vagyunk, hogy megszólalhatunk, és rám nem esik le a csillár, tehát hogy igenis meg lehet szólalni, igenis ide lehet hozni ezeket az ügyeket, igenis lehet Trianon gyalázatát felemlegetni és kritizálni, lehet idehozni a délvidékiek ügyét, a felvidékiek ügyét, Kárpátalja, Székelyföld és a többi, csak elszánnak kell lenni. Így van, így van. Hát a néma gyereknek anya se érti a szavát. Tehát egyszerűen hangot kell hallatni, tettekkel kell bizonyítani azt, hogy akár a kockázatvállalás, vagy a konfliktus vállalás árán is azt az életminőséget, amit mondjuk élvezhet egy déltiroli, élvezhet egy katalán, bár ők még többet akarnak, vagy élvezhet egy baszk mondjuk, ezeket el, tehát nem magától történnek ezek a dolgok. Még azért a hét eseményéből villancsunk fel egy olyat, ami szintén mondjuk egy értelmes döntés volt itt kivételesen. Például az, hogy ugye a LuxLeaks botrány nyomán ugye lebukott ugye Juncker, ugye, hogy adókedvezményeket adott multicégeknek, és hát ő ugye ennek a remek Európai Bizottságnak az elnöke, tehát egy kvázi adó elkerülésben üzletszerű, vagy üzemszerűen, üzletszerűen, ki tudja milyen formában közreműködő luxemburgi miniszterelnökként hát tette két nagyon rossz dolgot ezen a téren, és ugye ebben most döntés született, hogy egy úgynevezett automatikus információ csere lesz a tagállamok között a multiknak adott adókedvezményről. Ebben sajnos milyen Magyarország jó lenne, is... és ebbe felszólaltam, hogy milyen jó lenne, hogyha a kisvállalkozóknak adott adókedvezményekről is lenne, nem? Hát tehát, hogy 6 milliót igen. adok egy munkahelyteremtése a multinak, és 6 milliót adok a kisvállalkozónak is, ugye? Hogy mert mindig arról beszélnek, hogy a versenyképesség és hogy az egyenlőség a versenyképességben, stb. Arról szól ez az egész. De hol van a versenyegyenlőség akkor, amikor 6 milliót kap a multi, és nullát vagy nagyon igen. keveset kap a kisvállalkozó, sőt, még folyamatosan igen. gyötrik, bürokráciával, állandó ellenőrzésekkel, ugye arra panaszkodnak,
pártól független, tehát rendszertől függetlenül a kisvállalkozók, hogy bűnözőnek nézik őket a saját hazájukban. Pedig ugye a kis és középvállalkozások foglalkoztatják a munkaerő kb. 90%-át, és a GDP jelentős részét is ők teremtik. Meg amikor munkahelyteremtésről beszélünk, tehát ezt is meg kéne már érteni, hogy ugye elmaradt teljesen a polgárosodás Magyarországon, tehát amiről nagy részben kellett volna, hogy szóljon az úgynevezett rendszerváltás, hogy önálló tulajdonnal rendelkező generációról generációra egymásnak a vállalkozásukat továbbadó családok kellett volna, hogy erősödjenek meg, ide kellett volna a forrásokat összpontosítani, egy virágzó gazdaság és egy virágzó polgári társadalom jöhetett volna létre. Ehelyett, ugye, amit több felszólásomban is elmondtam ezen az ülésen is, az összeszerelő üzemeknek az országa lettünk, és ez politikai döntések sorozatán múlott. Igen. És itt nem lehet az, hogy valaki ezt a pártot támogatja, akkor azt mondja, hogy ez a másiknak volt a felelőssége, és fordítva, nem, ez az összes kormány és az egész politikai elitnek a felelőssége. Igen. Volt. És ez lenne egy nagyon nagy előrelépés, hogy ezt tudatosítani, és hogy egy valódi polgárosodási folyamatot elindítani, de ez az kellene többek közt, hogy ne a networkök, hálózatok lopkodják el a rendelkezésre álló nemzeti vagyont és Európai igen. Uniós forrásokat. Hát igen, sajnos ilyen szemben rossz irányba tartunk. Ugye a föld árverések is egyáltalán az állami földek nagy számú kalapács alá bocsátása miatt, de még két témát mindenképpen érdemes volna talán kiemelni. Egyik ugye a nagy beharangozott intézmény, a demokrácia deficiteik megváltó eszközeként fogadták el az Európai Polgári Kezdeményezés című intézményt, amelynek a lényege az, hogy ugye 7 országból ugye 1 millió ember aláírása összegyűlik, akkor ez egy kötelező jogalkotási lépésre fogja bírni az Európai Bizottságot, mert ugye tegyük hozzá, csak az Európai Bizottság kezdeményezhet jogalkotási lépést, törvényhozási lépést az Európai Unióban. Na most az eddigi mérleg katasztrofális, erről szólt a mostani jelentés, ami gyakorlatilag úgy foglalható össze, hogy 30 kezdeményezésből 3 jutott el oda, hogy egyáltalán megvizsgálják, és egyik se vált be. Ezek között volt például a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, hogy legyen egy önálló fejlesztési régió, tehát a nemzeti közösségi többség által rakott régiók, tehát ilyen régiók, ahol például Székelyföld, lehessenek önálló, tehát ne lehessen őket szétdarabolni, ne lehessen őket mint beolvasztani. Mint ami folyamatban is van, ugye, vagy állandóan fenyegetőznek vele. Ez egy törekvés, így van arra, hogy a történelmi Székelyföldet szétroncsolják, és hát ugye ezáltal a etnikai arányokat megváltoztassák, és a befolyást növeljék, úgyhogy ez is elbukott, tehát gyakorlatilag ezen ment a vita, és ezen volt a szavazás, hogy javítsuk ezt az intézményt, a bürokratikus akadályokat amennyire lehet szorítsák háttérbe, de hát önmagában azért sajnos úgy tűnik, hogy áttörés nem lesz. De mondjuk az Európai Uniós választások terén pedig ott meg egyre jobban szerepet kapnak majd az európai pártok. Ugye az elképzelés, erről volt most szó ebben a jelentésben, hogy majd a következő választásokon már egyre nagyobb számban az európai pártok kampányemberei és arcai fognak megjelenni. Tehát, hogy Magyarországon a magyar ember ne magyar képviselőre szavazzon, hanem egy európai pártlistán, egy általa gyakorlatilag nem ismert külföldi személy vagy személyekből álló listára. Vagy ha éppen magyar van ez a listán, hát sajnos ugye a lojalitási követelmények miatt véletően, ugye hát ő nem nagyon lesz a magyar érdekek harcosa. Tehát egy újabb lépés a nemzet államoknak a leépítése felé, és a nemzeti szuverenitás leépítése felé. Hát ennél súlyosabb lépés, mint hogy ne magyar ember képviselje a magyart az Európai Parlamentben, illetőleg az európai ügyeket ne magyar ember vigye el oda Magyarországra, ahol éppen egy adott kérdésben erre szükség lenne. Ez botrány. Hát és ehhez képest elég csönd van róla, és hogyha mi nem beszélnénk, akkor lehet, hogy nem is éreznék meg az emberek, vagy nem tudnák, hogy itt micsoda botrányos dologról van szó. Ha rengeteg érdekes téma volt, de hát mindegyik mögött azért fölsejlik ez az ütközési pont, hogy tulajdonképpen van ugye egy törekvés arra, hogy bedarálják, szétverjék a nemzetállamokat, és azoknak ugye azok mögött álló hagyományos nemzeti közösségeket, és ezzel szemben van egy elszánt védekezés ugye a nemzeti érdekeket képviselőktől, és ezt mindig mondjuk el, hogy ez nem zárja, különböző nemzeti érdekek védelmezői egymással együttműködhetnek, és együtt is kell működni annak érdekében,
hogy például ezt az illegális bevándorlást ilyen mértékben elősegítő kormányzást, amit Európában folyik, megváltoztassák. Szerintem továbbra is ez a fő kihívás, hogy képes-e most Európa megvédeni magát. Magyarország valamennyire most megvédte magát, de gyakorlatilag olyan szinten halad a megszállás, hogy az most már tényleg egyre vészesebb. Lefolytathatok volna a sor, például a magyarországi székhelyű innovációs testület, intézet zárszámadása volt. Ennek kapcsán ugye azt ugye lehetett kiemelni, hogy... Bevittem a gyufát a felszólaláshoz, igen. Mutattam, hogy a gyufa is magyar, a golyóstól is magyar, a korszerű ugye tumor szike is magyar, igen. Amelyikkel ez elképesztő, hogy magyar ember találta föl azt a szikét, amivel a műtét során el lehet különíteni az egészséges sejtet és a tumoros sejtet, igen, hogy ne kelljen nagyobb darabot operálni. De hány a dinamo, és hány a digitális számítógép, a plazma tévétől kezdve rengeteg dolog. Volt a múltban, és most is nap mint nap lennének és most lenne, újabb. És van is innováció Magyarországon, csak ugye pont az a döbbenetes, az uniós csatlakozással lényegében az uniós nyugati országokban működő és a erős tőkerejű vállalkozások gyakorlatilag a szabadalmi védjegy piacon leradírozták a magyar cégeket, és lényegében ezzel, ez ugye a versenynek az egyik eszköze, hogy védjük szabadalommal vagy védjeggyel és védjeggyel a kifejlesztett termékeket, ötleteket. Ezt a versenyt tulajdonképpen, ez egy óriási verseny hátra, és Magyarországnak le kellett egy oldalon mondani a védelemről, már a csatlakozás előtt is, már a csatlakozás a végkép. És ez azt jelenti, hogy tényleg vannak tehetséges feltalálók, okos feltalálók, de éheznek, nem bírják a fejlesztéseket végigvinni. Én is ismerek ilyet, kiváló ötleteket megvalósító emberek, vagy kiváló ötletű emberek vannak, és ezzel szemben ezek a tőkeerős cégek pedig lényegében mindent letarolnak. Úgyhogy hát van kihívás bőven, de a... Milyen jó lenne, hogyha egyszer a magyar állam odaállna ő mögé, tehát a magyar feltaláló, a magyar szellemi tulajdon, nem, ebből most hogy fogok kijönni, tehát odaállna a mögé, aki magyar ember, feltalál dolgokat, meg lehetne valósítani azokat a dolgokat Magyarországon úgy, hogy arra gyártókapacitást is állítani mögé, és normálisan megfizetett, normális jogvédelemmel rendelkező munkavállalók valósítanák meg a magyar feltalálóknak a kiváló termékeit, és egy egészen másfajta ország lenne, mint amilyen most. Igen. És ilyen záró gondolatként részem csak ugye Gandhinak van egy kedvenc mondás, amit sokszor elmondok, de itt most megint ugye azért kicsit legyen egy kis pozitív felütés, hogy ugye a önrendelkezésért küzdőket jelen esetben ugye ez a történelmi párhuzam adódik, mondja, először megpróbálják ugye észre sem venni, aztán megpróbálják ugye nevetségessé tenni őket, aztán megpróbálnak már küzdeni velük, ez a következő fokozat, aztán végén pedig vesztenek, mert az önrendelkezését küzdőknek van egy nagy fegyvere, mégpedig ez az igazság, és ugye a szabadság iránti elkötelezettség, és egyedül ez az, ami vezérel minket is, meg nagyon sokakat, akik néznek minket, és akik hasonlóan azt gondolják, hogy nem engedhetjük azt, hogy hát elvegyék tőlünk a szabadságot, az önrendelkezésünket. Hát ez olyan szép végszó, itt ebben a székelyföldi pólóban, magyar zászlóval, székely zászlóval, hogy én ehhez már semmit nem is teszek hozzá, csak annyit, hogy Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket, köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!